van. Ez is már a mostani alaprajzokat tükrözi, tehát érdemi lényegi változás nem történt az épületben. Egy kisebb belső felújításon átesett, de tulajdonképpen az eredeti állapotban található még mindig. Statikailag, szerkezetileg teljesen rendben van az épület, ezt több helyen megvizsgáltuk, megbontottuk az alapokat, megnéztük a fötém szerkezetet és sok minden mást is. Kifogástalan állapotú, azt kell, hogy mondjuk, hogy szerkezetkész épület, tehát a továbbépítésnek, a modern kor követelményeinek megfelelő átalakítás bármikor megtörténhet. Ami problémás az épülettel, az a héj az alatt, ugyanis ugye látni lehet, majd egy kicsit följebb megyünk, akkor talán. Palaszerkezettel van, palával van burkolva. Ez nem annyira időtálló töredezett, ezt évente javítgatjuk. És a korábbi időszakban, az előző tulajdonosok időszaka alatt ez több helyen beázott, ami a födém szerkezeten kívül a gerendázatban is jelent problémákat. Ezért azt találtuk ki, illetve azt tervezzük, hogy a födém megerősítésével és egy emelet vagy tetőtér beépítéssel lesz a későbbiekben átalakítva az épület. Thank you.